Szia! Felhoztam a leveleidet. Szia! És köszönöm! Szia! Dínócskák. Nem van valami szar. Annyi maradt. Gondoltam, áthozom, nehogy rám rohadjon. Nem akarsz bejönni? Ja, persze, ha gondolod. Köszönöm. Valami baj van? Nem, csak forró. Egy cappuccinót? Főzök két adagot. Tudod, nálam az van, hogy így bejönnek a szalomba, és akkor megmondják, hogy partiköröm kell, vagy francia manikűr, vagy mit tudom én, de mindig megkérdezik tőlem, hogy Verus, te mire gondoltál? Én meg felragasztok ide egy straszt, oda egy virágot. Vagy hülyeségeket beszélek? Nem, dehogy. Nem. Ja. Hű, ez nagyon jól néz ki. Mi? Annyira szép, meg sem merem inni. Szeretnék mutatni neked valamit. Hű. Wow. Ez ki? Ez egy 18. századi festő. És te csináltad? Nem, ez egy olyan arcképe. A festő saját maga festette.
Akkor te csak javítod. Hát először megtisztítom, azután konzerválom, majd retusálom. Uh-huh. Végén az... Tehát a... javítás. Azt a legszarabb csinálni. Ezt hogy érted? Kereszted le, légy szíves. Ne haragudj, feltakarítom. Ez sem jól, majd megcsinálom. Nem, hadd csak. Én nagyon szívesen leszek a modelled. Modellt ölök, állok, fekszek, ahogy te akarod. Tessék. Nem szeretnél festeni? Nem, én restaurátor vagyok. És vannak saját festményeid? Én vannak. És nem akarod őket megmutatni? Nem. Hú, de morcosak lettünk. Jó, menj a picsába! Menj te. Nyisd ki az ajtót. Nyisd ki, kérlek. Ezt ott hagytad. Szeretnénk neked mutatni valamit. Na, mit látsz? Magamat. De van valami furcsa, ugye? Nem, nincsen. De miért hívtál ide? Esküszöl, hogy nem lehet semmi különöset? Nem látok. Ne arra úgy, hogy kirángattalak. Mikor jössz át? Mondjuk ma este? Főzzük valami szupi vacsorát. Nekem még be kell fejeznem ezt a képet. Láttad ezt? Láttad? Láttad, mit csinált? Jaj, nagyon éri volt. Ezt nem én csináltam. Hogy nem te csináltad? A tükörképen. Nézd, külön mozog. Nincsen ezzel semmi baj. Nincsen ezzel semmi baj. Nincsen ezzel semmi baj! Én megyek. Nem, kérlek. Kérlek, ne menj most el. Nem hagyhatsz itt. Tükör.